majdnem 170 magyar énekes, és van 120 táncos, annak a fele magyar, a fele pedig külföldi, itt él, itt szeret dolgozni. A magyar nézők számára izzadja ki a minőséget magából, szóval itt vannak a mieink, akikre építünk. Elsősorban ők énekelnek, ők táncolnak. És ha nagyon nem tudunk valamit megoldani, időben, térben, esetleg hanghabitusban, akkor fordulunk másokhoz, meg azért, mert a 22 különböző alapfeladatok egyike egyébként a nemzetközi opera kiválóságait is időnként a magyar néző, az a néző is láthassa, aki nem tud elmenni külföldre, hogy megnézze őket, és esetleg az interneten sem, vagy a tévék között sem tájékozódhat. Úgyhogy mondom, hogy itt lesz egy zongorás, dal és áliás erejéig Ferruccio Furlanetto, a híres olasz basszista. Eljön Erwin Schrott és énekel 4 darab Figaro házasságát. Sikerült rávenni arra, hogy mivel mind a két szerepet tudja, ezért az első kettő Figaroként, a második kettő grófként énekelje el. És megpróbáljuk, hát ha a nézők is sokan beletartanak és megnézik ebben is, abban is ezt az Erwint. Milo Masaidze személyében egy kiváló szoprán lesz jelen a keresztény estéjén, amelyik nyilván a tematikus évadok közepén, farsang legvégén úgy szokott szerepelni. Ő még nem járt idehaza, sokan talán emlékeznek, amikor Jetrepko a gyermekét szülte és nem tudott azonban fölépni a Róma és Júliában, akkor ezt a hölgyet találták helyette, és hát cseppet sem volt rosszabb, úgy mondjam, úgyhogy egy kiváló művész érkezik majd. És lesz egy olyan vendégünk is, Michael Fulde személyében, egy kiváló német bariton, akit szerettünk volna már korábban is, azt hiszem Arabellában volt szó, a Mandrikára nem ért rá akkor, aki még arra is hajlandó, sok minden kísérletben benne van, igaz, nem református lelkész, de például egy éve rávették arra, hogy emeri készülékben énekeljen. És akkor tanulmányozhatták a nyelvgyök és a gégefedő munkáját, hiszen Wolfram Talaz Esan a Csillagos tanhelyzetből énekelte a részt, Michael Fulle, most feleségével Gabriele Scherrel érkeznek majd, és júniusban a keresztfesztet lezáró keresztény áriaestet dominálják majd ők. Meg kell emlékezni Peter Seifertről, aki még nem volt operánk színpadán, Tannhäuser koncertelőadásban énekel majd Tannhäuserként, egy legendás, sokat látott tenorról van szó. És a zenekarunk a MÜPÁ-ban több hangversenyen is kísér majd híres énekeseket. Az egyik ilyen, amit most is lehet beszélni, mert nem tavaszi fesztiválos, az Brin Terfeld, akit ma már ellentétben, amikor nálunk járt 2 éve, akkor még nem, de ma már Sir Brin Terfeldnek kell bemondani. Másokról nem beszélek, van még egy-két olyan énekes, akit ismerünk, szeretünk, mint Tomás Tomásson például, aki a Lírt éneket annak idején, aki szintén jön, de talán őket a közönség kevésbé tudja néven szólítani. Ezen kívül összesen 30 rendező, majdnem 20-19 koreográfus, és 75 féle mű szerepel az opera műsorán, úgyhogy én azt szeretném végezetül mondani tulajdonképpen, vagy így nagyon a végéhez közeledve, hogy hál' Istennek kevés olyan város van a világon, amelyiknek ilyen típusú operai és balett repertoára van módja szembesülni egy-egy évadban. Reméljük, hogy a közönségünk is túl az első sokkal, hogy az operát bezártuk, mert annak lassan 2 éve, még talán gyarapszik, mint ahogy egyébként ezt idén is tette. Talán a plakátarcokról mondanék valamit, meg a bérlet kártyákról, mert ez is újdonság lehet. Plakátarcok idén nem ismert személyek. Valójában a nevüket sem tudjuk. Ez egy olyan online önkéntes feltöltésre épülő fotóbank, amelyikből valóban nem tudjuk megmondani, hogy az illető kicsoda, éle. Egyszer föltette a fotóját, és a grafikusaink ezekkel a fotókkal dolgoztak.